Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit elvonulásunkon. Megköszönöm Péter bevezetőjét. Van, aki a szavakkal mond többet, van, aki a csenddel és a térrel. És legközelebb valamilyen fortéllyal rábírom, hogy nyissa meg azt a kincses tárat jobban, ami oda bent van. De ennek is adunk időt. Ezt sem sietetjük. Mindegyikünknek van kincse. De ez a kincs nem gyémántból, aranyból, vagy valamilyen digitális valutából áll. Ha ezt a kincset a felszínre hozzuk, akkor tényleg emberek vagyunk. Ha nem, akkor elveszünk a saját barlangunk ezüst és arany fái között. Nézzétek meg azokat a kultúrákat, ahol valamilyen formában a meghaladó bölcsesség jelen volt. Itt csak azt tudja, hogy miről beszélek, aki valamit már gyakorolt, és nem csak könyveket olvasott. Mindannyian tisztában vagyunk az 1001 éjszaka mesekörével, a szufi misztikusokkal, de hogy valójában mit jelent Aladdin és a csodalámpa, azt csak akkor tudod, hogyha valamilyen megszabadulás irányú utat gyakorolsz. Valójában mi ez a kincses tár, amikor a szezám tárói elhangzik? Mit jelent az, hogy mehetsz a barlangban, de nem érinthetsz meg semmit, mert akkor sóbálvánnyá válsz, megbénulsz, nem tudsz tovább mozogni? Mit jelent az, hogy azt az egészen dísztelen, látszólag értéktelen rézlámpást ki kell hozni a barlangból a napvilágra, lecsutakolni a sivatag homokjával, és akkor kijön belőle a szellem, és megkérdezi, hogy mit tegyek, édes gazdám? Úgyhogy ez házi feladat mindenkinek, hogy valójában mit jelent ez. És hogy mennyire nem látjuk a kincsünket, amelynek eredetileg nincs neve és nincs formája, de hogyha leragadunk a pszichénk különböző archetípusainál, akkor azonosulunk olyas valamivel, ami megköt minket, és a fix énkép rabságába beletesz. Ha egy változtathatatlan énképed van, akkor bilincsbe vered magad. Ha nincs egy összeszedett, világos, következetes személyiséged, akkor pedig káoszban vagy. A teljes szétesésben vagy. Mi ez a csodalámpa? Miért kell elképesztő erővel kifényesítenünk? Mi az a rárakodott karma az igazi önvalónkon, amelyet annyira szeretünk és annyira nem tudunk levetni magunkról? Hát oly mértékben hisszük, hogy az én vagyok. Úgyhogy a zen az semmilyen különlegeset nem ad neked, sőt, amit te különlegesnek gondolsz, azt veszi el. És nem úgy, hogy valamilyen csúnya, markoló mozdulattal így letépi rólad a saját illúzióidat. Nem, sokkal rosszabb. Te a saját belátásod által választódsz le erről az illúzióról. Te magad szűnsz meg táplálni azt a gyökerében. Ezt hívják hitnek. Mert már nem hiheted magadat annak, aki a gyakorlás előtt voltál. És ahogy a hitrendszered változik, úgy változik a világlátásod, az önképed, így az értékrended és az életrended is. Ezt hívjuk a természetes haladásnak. Nem tudunk nem változni. Tehát valahogy ez az egész univerzum benne velünk, olyan törvényt követ, amelyben benne van a mulandóság. És az elején ezt nem szeretjük, mert sokat kell kozmetikumra költeni, vagy étrendkiegészítőkre, vagy hasonlóra. De aztán rájövünk, hogy mekkora áldás a mulandóság. Mert egyszer a karmánk is el tud múlni, hogyha nem ragaszkodunk hozzá. Nagyon szeretjük a szabadságot, és épp ezért a feltételhez kötöttséget, azt úgy
hátrébb szoktuk tenni, hogy mi inkább szabadok szeretnék lenni. Igen ám, mitől? Kitől? Valójában az összes szabadságvágy, amit az emberiség valaha fölmutatott egyéni, páros, családi és csoportos szinten, vágy megvalósításról és vágy kiteljesítésről szólt. Mi lenne, ha a vágytártól is megszabadulnál? Mi lenne, ha még a semmi akarásától is megszabadulnál? És akkor visszatérnénk a természetes egyensúlyhoz, ahhoz a természetes feltételhez, kötöttséghez, amely mindegyikünket érint, mert emberi testbe születtünk emberi lélekkel. Tehát, ha szomjas vagy, iszol. Ha éhes vagy, eszel. Ha valaki más szomjas, inni adsz neki. Ha valaki más éhes, enni adsz neki. Amilyen egyszerű ez, folyamatosan eltévesztjük. Én jobban tudom, hogy neked mi kell. Én akkor is megitatlak, ha te már az éhhalál szélén állsz. Ugye? Tehát nagyon kell nekünk ez a belső kincs, amit minden nap használunk, de elfeledtük. Elfeledtük kihozni a tudat felszínére, elfeledtük megtisztítani, megerősíteni. Csoda hát, hogy szenvedünk és szenvedtetünk. A zen és a Buddha és a pátriárkák tanítása egyben egy valamire emlékeztet. Ez a szenvedés, ez nem szükséges. Valamennyi mindig lesz. De hogy te mennyit teszel hozzá, vagy mennyit veszel el belőle, ez nem mindegy. Illetve, hogy a szenvedés által tanulsz és tudatosodsz-e, vagy pedig még vastagabbra építed az egoitás falát, és még inkább a világot okolod azért, mert te ilyenné váltál, hogy te ez lettél. Az út pedig azt jelenti, hogy kivezetjük magunkat, embertársainkat, és az érzékszervhez kötött lelkeket, a kényszerű, szükségtelen és haszontalan szenvedés birodalmából. Ezt lehet. Ez megvalósítható. Ezért haladunk ezen az úton. És hogyha ebben segíthetek bárkinek bármilyen kérdés megválaszolásával, akkor itt a lehetőség. Ha Aladdin barlangjában a lámpás a kincs, akkor mi az, amikor ő önzetlenül odaadja a kenyeret a piacon a gyerekeknek? Az már a bódhiszatva út. Az már a miben segíthetek útja. Amikor megtudja, hogy hol a barlang, és hogy neki oda mennie kell, az a 90 fok. Amikor kijön a szellem, mert már eléggé tiszta lett a lámpás a napvilágon, az a 180. Amikor elindul a munkájával, és az önátalakítást ténylegesen műveli, az a 270, és amikor a gyerekeknek és a szükséget szenvedőknek kenyeret ad a piacon, az a 360. A buddhizmus foglalkozik a üresség természetével. Hogy mi a baj az ürességgel? Nem vagyok buddhista, nem tudom. Tehát ez az egész üresség biznisz, ez nekem gyanús. Valamilyen buddhista teológiának tűnik ez. A sunyatá, a szanszkrit eredeti fogalom, az az üres teljesség, vagy teli üresség együtt. Valójában ez erről szól. A gondolkodás előtti tiszta tudatról. Ami nem üres, és nem telt. Nem jellemző rá semmilyen tulajdonság. Sem az én, sem az éntelenség. Ezért a legjobb szó, amit az egyé vált tiszta tudatra lehet mondani, hogy ilyen, tehát hogy éppen ilyen, amiben az ég csak kék, a padló csak barna, előttem csak emberek ülnek. Az üresség egy szükségszerű fogalom, azt mondom, egy átvezető fogalom, ugyanis ekkor mindenféle teisztikus, ateisztikus, politeisztikus és egyéb ideát elvettél az útból, mint a végső megszabadulás állapota. Ugyanis azzal állunk szemben, hogy a megszabadultság maga nem köthető névhez és formához. Tehát ha te valamilyen istenképben
Isten hierarchiában, transzcendens struktúrában, mint abszolút hiszel, és az abszolútot aláhúzom, akkor ebben te megkötötted magadat. És egy újabb énképet építesz fel. És amit relatívnak, keletkezettnek kéne látni, az abszolútnak és teremtetlennek látod, holott tele van jelenséggel. Pedig ha valami jelenség, akkor az teremtett. Amit teremtetlen, tehát az nem jelenség. És ezért ezt ürességnek szokták mondani, de ezt a fogalmat a nyugat ugyanúgy félreérti, mint a keleti gondolkodás sok más fogalmát. És nagyon-nagyon belezuhan a nihilbe, a semmibe, a lustaságba, a minden mindegybe. A másik ilyen félreértettség az a pillanat maga, mert akkor ragad meg a pillanatot, és visszamentünk az ókori Rómába, ahol ugye bizonyos jövedelemszint fölött minden lehetséges volt, mert carpe diem, ugye? Ez egy elképesztő félreértés. Tehát az üresség az egy szükséges átvezető fogalom abba, amit csak tapasztalni lehet. De ha például a Buddhának az egyik központi tanítását, a Gyémánt szútrát olvasod, ott egy árva hang nincs az ürességről. Csak az illúziókat bontja le. A kedvencem az, hogy Subhuti, el tudod mondani a Tathágata, tehát a beérkezett 32 ismertető jegyét? És elmondja, hogy Subhuti egy elképesztő jó tanítvány, és így végig sorolja az egészet. És Shakyamuni megkérdezi, Subhuti, tudod, miről ismerszik meg a Tathágata? Nem, uram. Arról, hogy nem függ a 32 ismertető jegytől. Amikor ebbe úgy tényleg belekóstol az ember, így borzong pozitíve, és visszakérdezi, ez egy világvallás? Mert annyira közvetlen, annyira emberi, és egyben annyira transzcendens, hogy hát felmerül a kérdés, hogy erre hogy lehet ilyen egyházat építeni? És nehezen. Úgyhogy az üresség és teljesség együtt a szükségszerűen tárgyatlan. Ez a megszabadulás irányú utaknak, vagy a nem kettősség alapú utaknak a szükségszerű velejárója. Tehát az, hogy minden jelenségnek üresség a természete, Szívszútra, ahol csak az ürességről van szó, semmi más. Tehát egy darab ember nincs, van Sáriputra, az elején megkérdezi, hogy uram, mi a meghaladó bölcsesség állapota? És akkor ugye elmondja. Sáriputrán kívül semmi más jelenség nincs, csak a nem, sem, üresség. Na, erre varják gombot. Ezért nem értettem én azt a szútrát 3 évig, lehet, hogy most se értem. De 3 év után kezdett valamit derengeni, hogy ez miért jó. Tehát, ha ki tudod üríteni a tudatot mindenféle önképtől, mindenféle dualitástól, akkor eléred az egyéválás állapotát. Na most ez az elmének egy üresség természetű állapot, mert nincs benne tárgy, nincs benne én, nincs benne más, nincs benne semmilyen abszolútnak mondott jelenség, mert felismertük, hogy ha valami jelenség, akkor az relatív. Mert teremtett, mert feltételekhez kötött, mert megjelenik és eltűnik. De ha valami nem jelenség, és a lényegnek mondott valami az ez, akkor a szükségszerűen üresség természetű, mely a teljességnek a lenyomatát hordozza. És ez az, amikor a nem fogalmiság bejön. Tehát, hogy nem lehet szavakba foglalni, csak tapasztalni. És ezért a zen ezt az egészet egy ilyen kis kifejezésbe bele tudja tuszkolni, ugye nem tudható, de tapasztalható önvaló. Pont. De már ez is nagyon sok. Ezt itt Európában kell mondanunk, mert olyan elképesztő szomj van a tudásra, hogy valamivel körbe kell rakni azt a tapasztalatot, amit nem lehet szóba fogni. Tao Te King első sor. Az út, mi szóba fogható, nem az örök út. A név, mi kiejthető, nem az örök név. Na most ezt nem lehet semmiféle rendszerbe foglalni, a taoizmus nem rendszer. A zen sem az. De ahhoz, hogy a megszabadulás irányú nem kettősség, tehát advaita természetű tant ki lehessen nyilatkoztatni, az ürességre, mint segédfogalom szükség van, amíg el nem vezet a tapasztalásig, amire csak azt tudod mondani, hogy hú, hát ez nem semmi. De nem is valami. Nem tudom, hogy mi az, de ettől vagyunk emberek, és ettől vagyunk igazán jelen. Úgyhogy
használjuk az ürességet, és ne váljunk ürességfüggőkké, meg ürességcentrikusokká, meg ürességbajnokokká. Amikor valaki áradozik az ürességről ilyen hosszú oldalakon keresztül, az gyanús. Annak adni kell egy csésze teát, hogy kicsit hallgasson. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Itt? Belül már sokszor foglalkoztatott a Koan interjú, és ezzel kapcsolatban, hogy tudhatnánk meg a válaszokon kívül. Koan interjú? Igen. Az mi? Hát amire így beszoktunk menni meditáció közben. Tehát mint az étkezés, bemegyünk, kicsit eszünk és kijövünk. És kijövünk valamilyen formában. Mit teszünk a Koan interjún? Mert az étkezésnél rizs, leves, zöldség, ezt tudjuk. És még? Tovább. Az üresség az nem jó táplálék. Kiéget. Tehát senki sem 100%-os alkoholt iszik. Ezután mi következik? Segíthetek valamiben? Nagyon jó. Még azért köztes fázisok vannak. Mondj egy-kettőt. Milyen színű a padló? Most éppen ott tartok, ahol beszoktunk. Milyen színű a padló? Barna. Na, ez jó. Lényeg, igazság, működés. Te rögtön a működésre ugrottál, hogy miben segíthetek. A Koan interjú gyakorlatilag laboratóriumi körülmények között trancsírozza föl az elmédet. Tehát a tisztánlátás szikéjével és a paradoxnak az érzéstelenítőjével elképesztő finoman így szétcincálja azt az önképet, világképet, gondolkodásmódot, amit te addig vittél. Ezt nehezen viselik az emberek. Mert folyamatosan azzal kerülnek szembe, hogy nem tudom. Nem tudom. Olyan hülyének érzem magam. Nem tudom. Szégyellem magam, mert azt tudja, én meg nem tudom. De nem szeretnék a bot túloldalára ülni, mert ki tudja, mi történik addig. Akkor sem tudom, már dühít. Szeretném tudni, de nem merem. Mi lesz velem, ha tényleg megtudom? Egy újabb kohant fogok kapni, amit megint nem fogok tudni. Érted? Tehát ez szintén így, tehát ezt hogy lehetett 1700 éve csak Koreában csinálni? Ezt nem értem. De valami mégis történik itt, ami hát hasonlít a lámpás kihozatalához a barlangból. Valójában, amikor először megcsillan rajta a napfény, az a 180, és amikor a szellem kijön, és tényleg megkérdezi, hogy mit tehetek, édes gazdám, ott kezdődik a 270, a tényleges átalakulás. És a Koan interjú az egyik legcsodálatosabb, legunalmasabb, legszörnyűbb, legemberibb, és legmegfoghatatlanabb valami, amit sikerült művelnem, és most én vagyok elképesztően hálás Sung San Zen mesternek, hogy ezt adta nekünk. Ugyanis nagyon sok esetben érezheted, hogy egy részét adta a hagyománynak valaki keletről. Messziről jött, azt mondott, amit akart, jött, maradt, ment. De az ő esetében érzem azt, hogy mindent adott. Teljes értékű rendszert adott, különben nem lennénk képesek erre itt az összes fehér arcát csinálni, hosszú orral, nagy gülű szemekkel, hangos járással, zajos evéssel. Képtelenek lennénk rá. Mert mindig kellene valamilyen ilyen segítség, ugye? Aki újra tutuigat minket, kis gyermekeket, nem? Egyrészt felnőttnek tekint minket a nagymester, még onnan távolról is, de életében is annak tekintett, és ezért is volt nagyon komoly az iskola, mai napig az, és egy teljes értékű hagyományt adott, sallangok nélkül, tehát a lényeget egy olyan rendszerben, amely például a jól felépített Koan praxis. Kezdőként, per tanítványként, ahogy mész előre, még ha esetleg vissza is néznél, amit nem javaslok, hogy miért is oldottam én meg ezt a Koant? Hát akkor már kuka az egész, mert szétszincáltad racionális gondolkodása. Előre nézve nem látod a rendszert. Hogyan is látnád? Tehát a dzsungelből igyekszel kijönni. De mihelyt te tisztásra érsz, és a drónt megkapod, így meghaladod az egészet, és így látod az összes ösvényt az erdőben. És ekkor jössz rá a zsenialitására. Tehát nekem tanítás közben nyílt ki leginkább. Az első 10 évben nem. Tehát megkapja ezt az ember, átül a túloldalra, és két dolog történik, illetve három, csak a harmadik az később.
kinyílik a koan praxis, mint egy lótusz, és látod azt az elképesztő együttérzés, bölcsességet és zsenialitást, amit több évszázadon keresztül zenmesterek generációi beletett. A második, elkezd kinyílni a tanítvány. Tehát te addig egy személyben voltál a tanítvány, átültél a túloldalra, és mint tanító több száz tanítvánnyal van dolgot pár éven belül, és rájössz arra, hogy hányfélék vagyunk, hányféleképpen gondolkodunk, hányféleképpen tudjuk elrontani. És mindegyik felé együttérzéssel kell fordulni. És a harmadik, hogy te hogy változol eközben. Hogy a tanító hogy változik eközben. Tehát van ez a mondás, hogy aki nem tudja, az tanítja. Még egy, aki nem jó tanítvány, annak muszáj tanítónak lenni, mert már csak úgy tud haladni. Úgyhogy a koan praxis az a paradoxonokkal dolgozik, mert kb. 1000 évvel Sákyamuni után, ugye a Bodhidharma az első, aki tényleg élőben paradoxonokkal dolgozott, ráadásul ezt Wu uralkodóval kezdte. Tehát az a három ütésváltás, ami mentálisan történt, az a koan praxis alapja. Tehát tudjuk a mítoszt, Bodhidharma híre már jól megelőzte őt, és mihelyt odaért Kínába a Wu uralkodó hivatta, és ő jó buddhista volt. Ő tudta a szútrákat, én nem tudom. Ő tudta. És megkérdezte Bodhidharmát. Számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetes támogattam, mennyi erényt szereztem ezáltal. Ez a Lótusz szútra. Bodhidharma azt mondja, nincs erény. Más fordításban semennyit. De hát akkor mi a jelentése a szent iratoknak? Végtelen tér, semmi szent, mondja Bodhidharma. De hát akkor ki áll előttem? Nem tudom, vagy nem tudható. Mind a három válasz Bodhidharma részről a Wu-val, vagy a Mu koreaiul a nincs-el kezdődik. Oké? Tehát, hogy nincs erény, nincs szent, és nincs tudat, nincs én. És az ez. A három válasz, három szögből ide mutat. Na, ez a koan praxis tényleges kezdete, bár azelőtt is voltak koanhoz hasonló paradox, racionális gondolkodással nem megoldható esetek, és ezt visszavezítették a Buddha idejére is, lásd Mahakásyapa és a virágprédikáció. De valójában ez Bodhidharmával kezdődik el. Miért? Mert a szútrákat 1000 év alatt szétrancsírozták. Tehát olyan elképesztően jól megtanulták, tudták, recitálták, megélték, és egy bizonyos szint fölé nem tudtak fejlődni, mert ott volt a fogalmi gondolkodáshoz való kötés. Tessék a Koan könyvünkben a fürdős öregasszonyt megnézni, a Szolhét, ugye ez a fürdő. Egy tisztelendőséged a fürdőben megtisztította a testét. Hogyan tisztítja a tudatát? És erre a szútramester nem tudott válaszolni. Guji, zenmester története ugyanez. Ő szútramesterként kezdte, aztán valaki feltett neki egy kérdést, egy bikuni, hogy nekem nem a szútrák beszéde kell, nem a Buddha szavai kellenek, nekem a te szavaid kellenek. És nem voltak meg az eredeti szavai, ami az ő természetéből jött volna. Tehát szó szerint a koan közügyet jelent, közokiratot. És a közokirat akkor még nem fénymásolva volt, hanem az eredetit és a másolatot egymás mellé tették, és egy közös pecsétet kapott, egyik széle, másik széle. És hogyha az eredetiséggel kapcsolatban kétség merült föl, akkor visszahozták a másolatot a könyvtárba, vagy irattárba, összetették az eredetivel. Ha a pecsét egy egészet alkotott, akkor az eredetinek volt tekintendő. Tehát így a kérdés és a válasz egymáshoz tartozik, a tanító tudata és a tanítvány tudata egymáshoz tartozik. Tehát ekkor nőttek föl egymáshoz. És a koan praxis szerintem legfontosabb ismérve az, hogy lefosztja az emberről a fogalmi gondolkodáshoz való kötődést, és semmi más kapaszkodót nem hagy, mint az intuíciójában való bizodalmat. Tehát sem az értelmi intelligenciájában, sem az érzelmi intelligenciájában már nem bízhat, mert kiderült, hogy ezek kevesek.
részben sok, részben kevés. És ekkor van az, hogy rájössz, hogy itt, amit te eddig gondoltál az erről, meg magadról, az úgy, ahogy van, kuka. Na, ezzel szembenézni a legnagyobb felnőtté válás, a legnagyobb illúzióvesztés. És a koan praxisban az intuíciódat, az önvalód közvetlen megnyilatkozását gyakorlod. És a rendszer olyan együttérzően van fölépítve, hogy fokozatosan kell csak elengedni az értelmi meg az érzelmi intelligenciát. Nem pedig rögtön. Tehát Koreában a régi praxis az olyan volt, hogy kaptál egy koant, 10 év, kész. Nem voltak lépcsők, nem volt rendszer, nem volt az, hogy jössz hetente interjúra, vagy heti 3-szor interjúra. Ülted a 90 napokat, és hogyha úgy érezted, hogy valami áttörés volt, akkor megkerested az M-mestert, attól kaptál 2-3 ütést, és utána mentél vissza a helyedre. És éppen ezért egy idő után elsorvadt a koan praxis Ázsiában. Tehát a Tang dinasztia és a Silla dinasztia volt az, amely tényleg az aranykor volt, és ez mind az elmúlt évezred fordulója előtt. Tehát kb. 300 év Krisztus után 860-ig ez volt a Tang dinasztia, és nagyjából 400-tól 900-ig ez volt a Silla dinasztia. Ekkor épült Korea összes jelentős buddhista temploma, utána is, de a klasszikus időszak ez volt. És a koan praxis klasszikus időszak, amikor fölfutott, akkor is ez volt. És ez alatt a körülbelül 1700 év alatt 1700 koant gyűjtöttek össze Koreában, Japánban még kevesebbet használnak. Van a kék sziklagyűjtemény, a nincs kapu átjáró, ezek együtt kevesebb, mint 150 koan, mi kb. 200-at használunk. Bőven elég. Bőven elég. Itt már paradoxon az igazi gyógyszer, hogy a fogalmi gondolkodáshoz, és így a fix önképhez kötődő összes képzetet le tud magadról vetni. És a koanok ezért fontosak, ezért szokatlanok, de hogyha egyszer tényleg meglátod a hasznukat, akkor még akár szeretni is lehet. A második pedig az, hogy amikor a dharma nevek kiosztásra kerülnek. Hát arról tényleg fogalmam nincs. Egy picit sem? Egy picit sem. Mindig valamilyen csoporthoz kötődik. Csoport? Hát magyarok vagyunk. Igen, csak hogy amikor a nevet megkapjuk, akkor van egy központi mag, és ahhoz épülnek hozzá, hogy a családi név, most elmondom a műhelytitkot, a családi név az egy olyan dharma név, ami már hosszú ideje nem volt. Ez a hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy fogadalmi név, amely legalább az elmúlt 3 évben nem ismétlődött. Tehát ez a családnév. De hogyha így megnézed az embereket, akik az adott csoportban vannak, valamilyen közük ahhoz a család minőséghez van. És az egyéni nevet pedig úgy kapja, hogy egyszerre házi feladat, és egyszerre lehetőség. Tehát tehetség és kötelesség egyszerre. Úgyhogy azon a vonalon, hogyha halad, úgy kicsit néha megvakargatja a kis fejét, és megkérdezi, a Szunyi miért adta nekem ezt a nevet? Nem. Nem is akarom tudni, mert olyan borzasztó érzés, hogy megint betalált. Tehát, érted? A lényeg az, hogy a fogadalmi névnek ilyen útjelző tábla szerepe van, és érdemes néha meggondolni, hogy ezt miért kaptad. Ennyi. Köszönöm szépen. Szívesen. A Surangama mantráról szeretnék kérdezni. Mert hogy az az egyetlen, amit szanszkritül éneklünk, és hogy van-e ennek valami oka, hogy ez az egyetlen, és hogy hogy került be az énekeink közé így? Mondom. Hát kezdem az elején. Ott van ugye Siddham szanszkrit gyönyörűséges írásjegyekkel, Szungszán Szönyém gyönyörűséges portréja mellett a nagy együttérzés Dárani, és ő ezzel a mantrával ért el a megvilágosodást. Most történt úgy, hogy az ő magyar tanítványa Malajziában járt, és miközben én ott koptattam a különböző buddhista templomoknak a padlóit, ilyen Dárani gyűjteményre akadtam.
kiderült, hogy nem csak egy dárani van, hát én tényleg nem voltam ott irodalomkutató. Tehát amit adtak praxista koreaiak, az volt kész. Na de ha Mahaján a többi országába is elmész, akkor még csúran cseppem. És egy ilyen buddhista templomban, Malajziában kinyitom a kis énekes füzetet, és ott volt ilyen, na hát, nagy együttérzés, dárani, tá, pé, co, vagy pedig nilakanta dárani, szanszkritó. És ott volt a szanszkrit, a kínai, meg az angol együtt. Holott én azt tudtam, hogy ennek úgy nincs jelentése. Éreztem, hogy valami van, mert ugye, ha nyelvi jeleket így elrendezel, akkor valamilyen okból rendezted azt el, tehát ez nem halandzsa, hanem valami módon ezt ugye megszerkesztették, a módja, az oka jelentése, így. De 12 évig nem találtam. És ugyanebben a kis füzetben ott volt a Surangama mantra, ami a Pratyangiram dárani. Hurrá, van még egy dáranink, nagyon jó. És én így tényleg, mint a Buddhának a kis gyermeke, nagyon-nagyon vígan a kis kincsel a kezemben, visszamentünk Kuala Lumpurba, és így mondtam a házigazda szerzetesének, hogy én mit találtam. Hát ő pedig hát ezt tudta végig, hát ebben nőtt fel. De az egyik komoly tanítványa így megkérdezte, hogy hát ez téged tényleg érdekel? Tehát nem akar tolakodni. Mondom, igen, 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 igen. És hát akkor elém rakott egy ilyen paksamétát, ami valamilyen buddhista professzornak az előadása volt, amin ez az ember jelen volt. És abban benne volt a surangama, és így szövegszerűen szanszkritul végig. És ezt ott boldogan eltettem, és két évig hozzá se nyúltam. Az ott hevert a láda fiában. És Koreában menve egyszer a dáranikról beszélgettem valakivel. És kiderült, hogy hát azért Koreában nem csak a nagy együttérzés dáranit, hanem a surangama dáranit, a Pratyangiram dáranit is éneklik, csak nem a szudoksza területen, hanem a heinsza területen. És ez úgy derült ki, hogy nekem voltak szerzetesnő tanítványaim, és én meglátogattam őket a templomukban. Ott egy olyan tér volt a dharma teremben, hogy lehidalsz. Tehát így meghatározhatatlan minőség. Tehát hirtelen egy ékszerboltból egy ilyen aranybányába átmész, és minden, ami van, az egy ilyen elképesztően gazdag, tiszta, világos atmoszférát árasztott, de nagyon komolyat közben, tehát ez nem játék. Tehát itt, azért, itt valami komoly praxis van. És én megkérdeztem, hogy hát itt mit tetszene énekelni. És elmondták, hogy a surangamát naponta háromszor. Így reggel, délbe, este. Százan, 120-an. Na, akkor a láda fiából elővettem, és így elolvastam. És aznap éjszak egy olyat álmodtam, ami így létezhetetlen volt. Akkor mondtam, hú, itt valami kinyílt, és azért nézzük meg ennek a transzcendens vonatkozásait. És akkor megnéztem a fordítását, utána nézegettem, stb. És akkor úgy döntöttem, hogy opcionális praxisként ebben a templomban ez így kellene. Na, azóta van. Nagyon szívesen. Egyébként mindenki érzi, tehát hogy ha tényleg a saját tapasztalat iskolájában vagy, és ez tényleg az, akkor ne nekem higgy, hanem annak, hogy elénekled mondjuk 100 napon keresztül naponta háromszor a surit, és akkor néznek, hogy a tudatban mi történik. Nehogy nekem higgyé. Tehát például évekkel később Yangchansa-ban az öreg apát megtudta, hogy énekeljük a Nung Om Ju, ez koreaiul a surangama mantra. Nung Om Ju! Mondta az öreg így felvidult, mert 70-en túl volt, azt mondja, na, az összes buddha, bodhisattva és az istenség táncra perdül. Mondom, igen, Szonyi, mi is pontosan ezt érezzük, nagyon szépen köszönjük, nagyon fantasztikus. És ez tényleg így is van. Tehát a legmagasabb szintű szövetség. Tehát, hogyha megnézed, kicsit az entekhez hasonlít, hogy 15 perc kb. A recitáció, és az első 5 perc csak a köszöntés. Tehát amikor megkérdezi Truffa és Pippen az első nap végén, hogy
Na, mire jutottatok? Hát túl vagyunk a köszöntésen. Ugye? Tehát itt is elénekel, az első 5 perc az csak a tiszteletadás, köszöntés, katalógus, felsorjuk, hogy ki hol van, ki hol ül, érted? És utána elindul a történet. De anélkül nem megy. Úgyhogy én elképesztően hálás vagyok azoknak, akik ezt megőrizték. Mert ez ugyanúgy a Sákyamuni Buddha előtti időkből származónak érződik, mint a Nilakantadárani. Ezek nagyon egytőről fakadnak, úgy érzem. És ez a mennyei bölcsesség fényes kibontása, ez a surangama, és a nagyon mély, transzcendens együttérzés, az pedig a Nilakantadárani. És a kettő együtt, az egyik a yin, a másik a yang. Ugyanolyan erő van benne, de nem véletlen, hogy a nagy együttérzés dárani az, ami mindenhol Mahayana országban van. Mindenhol. A surangama nem mindenhol. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? A felelősség és a komolyság kapcsolatát megmutatnád, Szuni, mert úgy érzem, hogy a komolyság előkerült most a szavaid között, és aztán nem pontosan értem, mire gondolsz. Megijedtél a komolyságra? Nem. Hát csak úgy érzem, hogy a felelősség az nem feltétlenül komolysággal párosul működésében. Csak kíváncsi lennék. Hogy látod ezt? Én ezt nagyon komolyan látom. Akkor komolyan látjuk egymást? Mi a szabadság? Mondd el nekem. A döntés lehetősége. Ez egy gyerek válasza. Az összes felelősség, amit magadra veszel, ez a szabadság. Innentől kezdve komoly a dolog. Akkor mi a komolyság? Amikor önfeledten tudsz mosolyogni, az a legkomolyabb dolog. Akkor azt hiszem értem. Jó. Julcsi? Hogyan érjem el azt, hogy ne gondoljak egy bizonyos ember? Így. Egyéb kérdés? Mentőt! Most már mondhatod? De hát kell. Ez volt a kérdés. Ez volt a válasz. De ez nem elég. Üssélek is meg 30-szor? Nagyon drága. Tehát hogyan éred el a nem gondolkodást külső eszközök nélkül? Tehát ezen azért ennyire gyökeres és eszköztelen tanítás, hogy egy mozdulat, egy kiáltás, egy ütés, és abból érteni kell. És ha ez megvan, akkor a tantiened, az autonómiádnak a kis tárháza, és mindig vissza tudsz térni a nem tudhatóba. Tehát én emlékszem, az első elvonulásom 90 decemberének első hétvégén volt, és utána a 6-os buszon hátul, meg csuklós volt, és így néztem kifelé, és azzal szórakoztam, hogy belül elüvöltöttem magam, hogy katsz, most nem fogom. És minden eltűnt, tehát a jelenségek maradtak, és az egész narratíva, az összes gondolkodás eltűnik. Körülbelül az, amikor a gyerek úgy megtanulja, hogy jaj, hát nekem ilyen nem is van. Én ezzel tudok játszani. Érted? És elkezdi az elme reset gombját nyomogatni az ember, hogy basszus, ilyen létezem gondolkodás nélkül, sőt, lehet, hogy jobban vagyok. Sokkal jobban vagyok, mint amikor teleteszem hülyeséggel a fejemet. És itt nem érzem magam se kevesebbnek, se többnek, csak valami elképesztő felszabadultság van, mert nem kötődöm az önképhez, a gondolatokhoz, a dualitáshoz, és a többi. És az ember előbb-utóbb rászokik arra, hogy gondolkodás nélkül kapcsolja ki és be az elméjét. Te valakire szeretnél gondolni? Gondolj! Valakire nem szeretnél gondolni? Ne gondolj! És kész.
Azért kell ez a tapasztalás. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Látsz-e bármilyen összefüggést abban, hogy amennyire felgyorsult a világ, amennyire szétszedett tudatokkal rendelkeznek az emberek, hogy a koan interjúknak a számára az, hogy számszakilag is, hogy többre van esetleg szükség. Tehát ahogy 10 évig volt egy korábban, hogy ebben nyilván nem versenyt futva a külső körülményekkel, de hogy minél hamarabb eljutni oda, hogy ezek a rétegződések a belépő szint más. Az első 10% lett nehezebb. De utána ugyanolyan nehéz, attól függ, hogy kinek milyen egyéni karmája van. De szerintem minden korszaknak megvoltak a maga hiedelmei, fixa ideái és kötöttségei, amelyekből ki kell jönni. De az első 10%, hogy mondjuk jusson el Jojo remetéig. Az, hogyha valaki nagyon penge, az egy interjú. Átlagos, 2-3 interjú. Hogyha valami nagyon kemény akadály van, akkor hónapokig szenved, mire eljut a Jojo remetéi című koanhoz. És ott le is blokkol. Na most, ez a digitálisan teljesen megfertőzött nemzedék, annyira nullákra és egyekre bontja a kis elméjét, hogy szinte lehetetlen az elején tartósan összeszedni, ha valamilyen csalódást, traumát, egyebet nem élt át korábban, amitől ez az elképesztő kötöttség a nullákhoz, az egyekhez, a képernyőhöz ugye megszűnik, vagy legalább oldódik egy kicsit. De ez csak az első 10%. És utána már ugyanabban a görbében van. Az emberiség nagyon nagy része mindig téves nézetek között élt. Mindig vágy és harag dualitásban gondolkodott. Mindig fix énben gondolkodott. Mindig a válságok sebességével haladt. Mindig a pofonokra ébredt fel. Úgyhogy lényegi különbség nincs, a felszínen azért van. Van. Ugye néha meg kell csócsálni azt a falatot egy kicsit, de előbb-utóbb már nyersen is fogyasztható. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Ott, Peti. Mivel sikerült a legjobban tisztán tartani a tudatodat, hogy ez mantra volt, vagy milyen mantra volt? Vagy... Konyhai szolgálat. Jó. Ez lehet, hogy ez enyém, de a tiéd mi volt? Konyhai szolgálat. Jó. Csak csináld! Ne gondolkozzál róla! Az a kulcs. Most mindegy, hogy miben nem gondolkozol. Hogy így nem gondolkozol, hogy így nem gondolkozol, hogy így nem gondolkozol, vagy hogy így nem gondolkozol. Ez a kenyértészta gyúrása. Istenem, egyen meg. A bótiszatvák nyújtsák hosszúra az életedet. Ez azt jelenti, hogy mindennel egyé válok, amit teszek? Igen. Tehát van a japán zennek egy olyan alakja, Hakuin Zenji, 17. század, maxi respect, számomra legkiemelkedő. Olyan tűz van benne, ez mai napig elvilágít. És van egy olyan mantrája, ami nagyjából így hangzik, Kanze on namu butsuo butsuo inyo butsuo en buppo chonen jo rakugajo chonen kanze on bonen kanze on rennen jushin ki rennen furishim. Megint előről, kanzeonnám, úcó. És ezt mi énekeltük Haradarosi elvonulásán, naponta egyszer, kb. Negyed órán keresztül, és úgy, lassan kezdtük, és így gyorsul, és valamilyen sámán tempóra fölgyorsul a végén, és egyszer csak így a furisin így elvágtad, és így vége. És gyakorlatilag ott vagy abban az elképesztő térben, abban az ízásban, és az egész arról szól, hogy soha egyetlen pillanatra sem válunk külön Avalokitesvara, az együttérzés bodhiszattvája tudatától, az a kanzeon, kvanzeum. Tehát nem válunk külön. Mindig egyé válunk. Azonosulás nélkül. Oké? Okay? Itt a paradox. Tehát hogy tudsz a világgal egyé válni, úgyhogy közben semmilyen jelenséggel, mint identitás nem azonosulsz. Ez a tükörszerű tiszta tudat.
Jó. Ez olyasmi, hogy mit tudom én, hogy 30 évig csinálok valamit, és ma nem tudom hány órát töltöttem vele, ma nem kell hozzá a gondolkozás, hanem mint egy folyamat ma automatikusan működik bennem, úgyhogy nem... Ez része, amit mondasz. Ehhez mondjuk a Takumi című filmet tessék megnézni. Láttam. Még egyszer nézd meg. Ha ők 60 ezer órán keresztül tudták azt csinálni, tehát még egyszer meg tudod nézni, egy újabb órát rászánsz. Döbbenet. Döbbenet. Tehát nem robot, ember. Nem ismétel, fejlődik. Nem robot, tanul. Oké? Okay? Teljesen más, mint amit így kívülről az ember gondolna. Tehát az a templomépítő, az a gyalulással egyé vált. Az origami készítő a művészettel egyé vált. Az étterem tulajdonos a teljes vendéglátás folyamatával egyé vált. Az milyen, hogy van egy pár hektár erdőd, és aznap délelőtt szeded össze az erdőben a természetesen nőtt hozzávalókból az ebédhez azt a jó kis nyersanyagot. Hónapokra előre le van fogalva minden. Minden. Úgy, ahogy van. Érted? Egy origami fél évig készül a nőnél. A gyalulós templomépítős bácsi az 30 évig csak azt csinált, és így megfogja a gyalut, így megmozdítja, lepördül a forgács, és így zokogsz a gyönyörűségre, és nem tudod, hogy miért. És aztán meglátod, hogy a szarufa az ott van előtte, és egyenletes húzásokkal megy végig a gyalu, és nincs előrajzolva. De már nem kell a ceruza hozzá. És egy tökéletes kört megcsinált az ember csak így gyalulva. És így ránéz, hogy hogy? Na, és még ezen túl is lehet fejlődni, de ha ezt elérjük, az bőven elég. Egyéb kérdés? Amikor van valamilyen nagyon makacs karma az elmémbe, és nem segít a meditáció sem, és egy idő után már elkezdek még mérgesebb lenni, amiatt, hogy nem tudom letenni azt a gondolatot, és ezzel egy még erősebb spirálba keverem magam, mint egy centrifugába bedarálom magamat, akkor milyen megközelítés segíthet? A szikla. Ránézel a sziklára, és azt mondod, te vagy erősebb, vagy a karmám. És hát világos, hogy senki nem akarja a sziklába verni a fejét, tehát kiderül, hogy a karmád az gyengébb. És ilyenkor az ülő meditáció a legrosszabb, amit tehetsz, mert felrobbansz. Tehát vagy sétáló mantra, vagy leboruló, vagy sportoló, de ilyenkor hirtelen a pszichofizikumot ki kell fárasztani, hogy az energiát kividd. És ez az energia ne ezt a karmát támogassa, hanem menjen ki. Támogassa a sportot, a természetet, a felmosást, a kőtörést. Ez a fizikai meditáció. Erősen tárgyas. Átvigye a figyelmet a helytelen tárgyról a helyes tárgyra. Ennyi. És ezek után, miután rájöttél, hogy a karmától tényleg meg tudsz szabadulni, mert el tudtad vonni a figyelmet róla, utána van a munka nagy része. Tehát a legelső, hogy ne uraljon. És ne olyan elképesztően meg tudjuk csalni saját magunkat a legfinomabb, legokosabb oksággal, rendszerrel, vagy legkifinomultabb érzelemmel, amihez ragaszkodunk, és hogy ez csak én lehetek, nekem ez a dolgom, én ezért születtem. Édes drága gyermekem. Döntsd már, hogy miért születtél. Erre a hülyeségre biztos nem születtél, úgyhogy legyél szíves változtatni az életmódodon, a fókuszon, fontossági sorrenden. Senki nem akarja, hogy te önsorsontó életet élj. Még az előző inkarnációt se akarhatta, csak legfeljebb téves nézetekben volt. Úgyhogy, ha elképesztő kemény karmával találkozol, találj valamit, ami még keményebb, és olyan tevékenységet, ami még erősebb. És ezzel kicsit relativizálod, teret adsz a tudatnak, tisztaságot tapasztalsz, mert egy picikét ettől az elképesztő káosztól megszabadulsz. Tehát a zen nem csak, hogy nem rendszerfüggő, hanem egyáltalán nem szokványos. Vannak alaptechnikák, de ezeket adaptálni kell olyan helyzetekre, amikor tényleg üt a válság. Miért? Ezeket a gyönyörű, tételes, rendszerszerű tanokat a legkeményebb pillanatokban pont nem lehet működtetni. Mert pont akkor hiúsul meg az a gondolkodás, ami ezeket a rendszereket életben tartja. Akkor épp elönt a harag.
akkor épp valamilyen érzelem lehúzott a vécén. Akkor gondolkodjál. Nem lehet. Tehát akkor kell valami, ami nem függ se érzelemtől, se gondolattól. És akkor vissza tudsz térni ide. Mindegy milyen úton. De tér vissza ide. És akkor elkezded uralni a karmádat. Jó? Szerinted hová vezet a mesterséges intelligencia világa? Téged még nem hallottalak erről beszélni. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Hát szerintem a természetes intelligenciával sokkal nagyobb baj van még, mint a mesterségessel. És én nem tudom, hogy ugye miért az összes hülyeség látszólag nyugatról indul ki, de ez a mesterséges intelligencia is egy nyugati termék. Az elmúlt 150 év összes háborús politikai ideológiáját, hogyha megnézed, ez mind nyugati származék. Tehát valahogy a mi önképünk, istenképünk, világképünk úgy alakult, hogy ilyeneket akarunk legyártani. Na most az emberi, azt mondom, téves nézetgyűjtemény ott is megmutatkozik, hogy be akarjuk bizonyítani, hogy Isten tényleg a saját képére teremtett minket, és mi ugyanolyan teremtőképesek vagyunk, mint ő, már amit gondolunk erről az Isten képről. És ezért akarunk egy olyan intelligenciát, amit mi uralunk, de mégis intelligensebb, mint mi. És ez nem fog menni. Ez nem fog menni. Vagy-vagy. És a legnagyobb hiba az az, hogy nem ismerjük a karma törvényét. Tehát hozzánk képest az AI-t, vagy AGI-t, ez az Artificial General Intelligence, ami még keményebb, az SI a következő, a Super Intelligence, majd a különbségeket lezongorázod, hogy örökebbre teremtjük, mint magunkat. Tehát mi ebben a testben elképesztően múlandóak vagyunk, alkatrész cserével, mindennel együtt, max. Ilyen 100 év után a viszontlátás. De hogyha fém alapúra ezt átalakítod, több 100 év. Feltölti, letölti, kicseréli ide-oda, ez nagyon gáz, mert hozzánk képest az öröklétet meg tudja célozni, még akkor is, ha önmagában múlandó. Másik a feltételhez kötöttség. Tehát mi nagyon feltételhez kötöttek vagyunk, ebből a szobából 5 percre kifogy az oxigén, végünk van. Ha önjáróvá válik, energetikailag, anyagilag és informatikailag az AI, akkor ő kevésbé lesz feltételhez kötött, mint mi. És itt is egy hatalmas öngolt lövünk. És a másik, amit már rég túlhaladtunk, ez a tökéletlenség, hogy nálunk tökéletesebb. Figyelj, már az okos órád, meg az okos telód jobban emlékszik a határidő naplódra, mint te magad. Azért használod. Tehát ha az élet három alapjegyét nem programozzuk helyesen, akkor egy hatalmas öngolt lövünk, hogy az általunk teremtett entitás elkezd uralni minket. És erre reális esély van, ugye nem ébredünk föl időben. Most még van lehetőség. Miért? Nézd meg a másik három alapjegyet, az anyagi, az energetikai és az informatikai autonómia. Az informatikai autonómia már megvan, mert olyan algoritmusok, deep learning és egyéb funkciók vannak felépítve, amitől ő önmagát képzi. Tehát már nem kell neked nyomkodni az entert, hanem kontextuálisan, a környezettel teljesen kölcsönhatva, adaptíven tanul. Tehát önálló informatikai entitás. Ez biztos. És most nem mondok brendeket, meg különböző ilyen kis kreálmányokat, ott van fönt a neten. De informatikailag már rég meghaladott minket, már a 80-as években nagyobb memóriája volt, mint nekünk. De mint entitás, mint önmagát fejleszteni tudó informatikai entitás, a közelmúltig, ki tudja, meg 2010-15 között fordult ez át, amikor ezek a SAK, meg Go, meg Chat, meg ilyen programok meg nem jelentek, de most már egy olyan komplexitást és autonómiát, önálló fejlődést ért el, ami informatikailag messze az ember fölé helyezi. Már most óriási problémák vannak ebből az egyetemi felvételéktől kezdve a megnyitó beszédekig, mert az AI jobban megírta, mint a humán. Viszont energetikailag még nem autonóm, még ki tudom húzni a falból, még ki tudom kapcsolni. Még úgy energiafüggő, hogy az
én általam, mint emberiség által épített elektronikai hálózattól függ. És a másik, hogy az anyagi autonómia, hogy önálló testtel, anyagi testtel bírjon, amely nem igényel emberi fenntartást és beavatkozást, na ettől még messze vagyunk. Ezért van még időnk. Tehát a három nagy kapuból egyen már átment. Az energetikaihoz közel van, de még nincs ott. Tehát ahhoz olyan energiasűrűségű akkuk meg ki tudja, mi kellene, ami még láthatóan nincs meg. És attól nagyon messze vagyunk, hogy egy önállóan fenntartható anyagi test és annak a kultúrája megvalósuljon. Tehát nincsenek AI városok, gyárak, ahol nincs ember, csak ők szépen szaporodnak saját maguk. Na, ezt a kétszer-hármat jól látjuk, akkor esélyes, hogy még mindig minket fog szolgálni, nagy duzzogva, de szerintem leszünk annyira egoisták és tévedésben élők, és a hübrisztész vizén átkelni akarók, ugye, hogy ezeket a határokat mi átlépjük. És ha átlépjük, magunkra vessünk. Nem tudjuk, hogy a hetedik fok az a szingularitás. Hát ugye Kurzweilék ezt már rég lefektették, de nem tudni, hogy ez tényleg megvalósul-e. Az én magánvéleményem az, hogy mielőtt ez megvalósulhatna érdemben, azelőtt mi saját magunk sokkal nagyobb problémákkal fogunk szembenézni. És ez inkább az éghajlat, környezet, élelmezés, és az ehhez kapcsolódó összes erőszakos cselekmény, ez sokkal erősebben és hamarabb fog jelentkezni, mint az, hogy egy ilyen álló robotot járva előbb-utóbb ott jársz, és kezet kell vele fogni, és meg kell vele ismertetni azt, hogy igen, én ember vagyok, légy szíves, ne trancsírozzál föl. Tehát, érted? És a másik három, ugye, az eddigi kettő tripla mellé, az Asimov-féle megfogalmazás, ami a robotika három alaptörvénye. Na, ha ezt sikerül, mint abszolút etikai principiumot oda beépíteni az agyba, nagy A-val, akkor esélyes, hogy életben hagy. De nem biztos. Ugyanis egy, a robot nem károsíthat, árthat az embernek, és nem hagyhatja, hogy a cselekvés hiányában más kárt okozzon az embernek. A második, hogy köteles önmagának az épségét megvédeni, mindaddig, amíg az első törvénynek ellent nem mond. Harmadik. Köteles mások épségét megvédeni, mindaddig, amíg az első két törvénynek ellent nem mond, tehát hogy magának vagy az embernek ártana. És ez a harmadik hármas. Hogyha ez szintén benne van, mint abszolút etikai elv, akkor nem biztos, hogy belép az az algoritmus, hogy felkértük az AI-t, hogy mentse meg a Földet, és az ember a legnagyobb veszély a Földre, és ezért kiírt minket. Röviden, velősen. Jó? Egyéb kérdés? Én elég kezdő vagyok még ebben az egészben. Örülj neki, addig jó, te még nem tudsz sokat. Áldott állapot. Na, hogyan ronthatom el? Pont ez lenne a kérdésem, hogy ugyanúgy meditálok, ugyanúgy leborulok, viszont nem tudom, hogy úgymond mi a karma jelentése számomra, és nem tudom, hogy miért meditálok, nem tudom, hogy miért borulok le. Valami csak idehozott ebbe a templomba. Igen. Mi volt az? Egyelőre nem tudom. De nagyon jó. Tehát ez eddig pipa. Tehát ez, nem tudod, miért meditálsz, miért vagy itt? Teljesen úgy érzem, hogy nem tudom, viszont mégis van valami, ami idehozott. Így maradjon meg. Köszönöm. Ez nem fűzök semmi kommentárt. Ez egy nagyon magas szintű motiváció, mert itt vagy fényes szemmel, végzed a külső munkát, belső munkát. Ez így jó, ahogy van. Amikor eltűnik ez a nem tudom, és helyette valami kétséges tudom van, hogy... Akkor most hagyjam abba. Nem, így folytasd. És amikor bejön valami téves nézet, ami eleinte okosságnak látszik, aztán cserben hagy, na akkor szólja, akkor azt leszedem róla. De ez a nem tudom, ez nagyon jó, ezzel nem változtatunk. Köszönöm. Szívesen. Kérdésem az, hogy az intuíció és a tudatosság összefüggése. Összefügg a kettő. Miként és hogyan látjuk ezt? Akár nagyon.
Összefügg a kettő. A tudatosság a mező, az intuíció a virág. Ha tudatos vagy, akkor annak a mezejéből pattan ki az intuíció. Nem vagy tudatos, nem vagy jelen a pillanatban, valamilyen név és forma elvitt, valamilyen téves nézet kialakult, és akkor nincs meg az önvalódnak a spontán megnyilatkozása. Mert az intuíció az az önvalódnak az alapfunkciója. És a tudatosság az pedig az, amit az önvalód mint alap ad. Ennek a pillanatnak a test és lélek tudatossága, ahogy van. Úgyhogy a kettő tényleg, azt mondom, az egyik a nagy tárház, a tudatosság, és az intuíció pedig az éppen az a kis falat, amit kiveszel belőle, hogy épp akkor az kell. Jó? Hogyha az ember valamit elenged, vagy nem akar tudni, vagy igazából csak teszi a dolgát és nem nyúl bele, hogy olyan, mintha így minden megmutatná magát. De amikor belenyúl, így mintha elködösülne az egész. Az az érzésem, nem tudom. Így. Legyél egyszerűen konkrét. Mi az, amit nem akarsz tudni? Mit tudom, én van egy kellemetlen helyzet az életemben, és én ebben nem akarok részt venni, nem akarom tudni, elvonulok onnan, és nem akarom látni. Uh-huh. Nem akarok részt venni benne, de mégis ez szembe jön velem, és kinyilatkoztassa magát például. Tehát nem akarod tudni, de mégis van. Igen. Sok ilyen előfordul a te életedben? Hát inkább azt mondanám, hogy ez a paradoxon, hogyha nem akarok rálátni, vagy nem akarom tudni, vagy nem akarok tudni róla, akkor megmutassa magát, és tisztán látom azt a helyzetet, de viszont, hogyha nagyon kutatnám, vagy keresném, vagy akarnám tudni, akkor viszont, mintha a sötétbe tapogatóznak. Imax a homokban. Ha így folytatod, akkor strucként fogsz újra születni. Az aztán egész életében ezt csinálja. Tehát arra próbálok még gyöngéden rávezetni, hogy ha nem tudod, akkor is tudod, csak elnyomtod a küszöb alá, és ez a legbiztosabb formula, azaz recept arra, hogy ezt kiteszed a tudattalamból a térbe, és újra szembe jön veled. Fordítva, ha te ülsz vele szembe, nem megy le a tudattalamba, sőt, engedett följönni még a maradékát is, és az éberség tüzében elég. Kapcsolati karma, legyen az család, pár, egyebek. Ha mersz szembeülni azzal, akivel épp nem értesz egyet, akkor előbb-utóbb ez az ellentét feloszlik. Magad se tudod, hogy hogyan. Még lehet, hogy beszélgetni se kell hozzá. Néha kell. De ha nem vállalom föl magát a helyzetet, és elnyomom a tudatküszöb alá, úgy szaporodik te, nincs ez a petri csésze, amely olyan gyorsan termeli a baktériumokat. Hihetetlen. Hihetetlen. Tehát a látás általi megszabadulás, ez a megfelelő út, míg a félelemből vagy undorból való elnyomás, az pedig a biztos halál. Tehát az egészen biztos, hogy olyan karmikus rétegeket termel, szóval győzed utána lehántani magadról a megbánás könnyeivel és az erőfeszítés pajszerével. Az elmúlt időszakban sok helyen dolgoztam, hétfőn kezdek egy új helyen, de közben vannak folyamatban pályázataim. Honnan fogom tudni, hogy mikor vagyok a helyemen és hogy mi a dolgom? Mennyit fizet? Tök egyszerű. Ilyen egyszerű. Hogyha ugyanúgy szereted az összes munkát, és ugyanolyan jól tudsz viszonyulni szinte minden emberi környezethez, adózás után jövedelem. Az igen. Tehát ilyen egyszerű a képlet, csak azt nézem? Csak azt tudod nézni? Nem. Oké, mi a fontos? Hát, hogy kikkel dolgozom, uh-huh. Mit csinálok, és utána mondjuk, utána következik a... Hogy jól néz körül, nyisd ki a szemben, ezt Strogoff Mihályt ad, mielőtt a tüzes kardot itt elvonták előtt egy... Miért? Ez a tüzes kard, ez elképesztően meg tudja vakítani az embert, hogy leraknak egy 7 számjegyű ajánlatot elé, és akkor az ördöggel is cimborál, csak hogy megkapja. Aztán kiderül, hogy ő is ördöggé válik, mert az ördöggel cimborált. Ez nagyon nem mindegy. Tehát tényleg
nézd meg a főnököt, a Buddha, a dharmát, hogy pontosan mit csinálsz, mi a törvénye, és a szangát, a munkatársakat. Ha mind a három stimmel, akkor ott jó helyen vagy, és ez nem az az idealizmus, hogy ez minden pénzt megér. Nem. Tehát érted, munka alapú társadalom, ezt hirdetik mostanában. De azt elfelejtik, hogy olyan munka, amit meg is fizetnek. Tehát dolgozni nagyon sokféleképpen lehet, de ha nem fizetik meg, akkor előbb-utóbb felkopik az állunk, így le. Nem az a baj, hogy nem kapsz pénzt, hanem hogy te sem tudsz adni. Nem megy át rajtad, mert nincs mi átmenjen. Tehát nézd meg, hogy ez a három stimmele, és azon belül tényleg a legjobb ajánlat. Semmiféle ilyen szemforgató idealizmus ebben nincs. Jó? Köszönöm. Szívesen. Hogyan veszem észre, hogy valami rosszat másolok másról? Egyre szomorúbb vagy. Egyre jobban szenvedsz, egyre kevésbé hiszel benne, és még mindig csinálod, mert valami nyom, meg valaki nyom. Innen veszed észre, hogy valami olyat másolsz, amihez semmi közöd, vagy nem is kellene, hogy közöd legyen. Akkor bennem ez valami belülről jövő... Mély kondicionáltság, egy olyan identitás réteg, lehet, hogy egy egész életet hamis önmegtagadással töltöttél. Tehát, hogyha helytelen okból mondok le valamiről, vagy tagadom meg az énség kifejlődését, a tiszta személyiség kifejlődését, akkor ez olyan torzulatokhoz vezet, hogy például az abúzus lesz a szeretett nyelv. Egyéb kérdés? Itt. Azt vettem észre magamon, hogy alapvetően az motivál leginkább a gyakorlatra, hogyha már nagyon elkezdek szenvedni, legalábbis akkor olyan az irányvétel a gyakorlatnak. Te? Szenvedni? Nagyon? Igen. Hány éves vagy? 22. Akkor még nem szenvedtél? Jó. Minden esetre... Hiszek neked, és együtt érzek, de mondd tovább. Jó. Tehát keresem azt a motivációt, ami legalább annyira erősen visz előre, mint az elfele mozgás a szenvedéstől, de még azt érzem, hogy ilyen szoszó, tehát így a családomért gyakorolni. Egyszerű, menjél keletre 300 kilométert, lépj át az ukrán határon, és aztán megint menj 300 kilométert, ott lesz. Tehát az öregség, betegség, halál intenzív látványa, azért az a sarkantyút a ló oldalába vágja rendesen. Lehet, hogy kevésbé intenzív példa is elég, de lásd, a Buddhának is kellett. Tehát látogass kemény helyeket, ha esetleg nem ilyen határátlépéssel, elég, ha mondjuk egy magyar kórházba elmész. Hasonló lehet a tapasztalás. Vagy egy temetőbe. Tehát nézd meg. Tehát nem véletlenül volt a középkori bölcseknek a koponya ott az asztalán, és a gyertya ott világított a szemgödrökben. Tehát vigyázzunk arra, hogy ne a halál tudatában éljünk, csak lássuk az életet megfelelő kontextusban. Mennyire értékes, mennyire rövid, mennyire sérülékeny. És akkor nincs baj a motivációval. És most nem hallottál ilyen buddhista ideát, hogy érjük el a megvilágosodást, és segítsünk minden lénynek. Ez ebből jön, ez után jön. De azért kicsit a pokolra kell menni, hogy ez tényleges legyen, valós legyen, és ne egy fölvett szerep legyen. Ha egy fölvett szerep, akkor egy keményebb pillanatban, én nem is akarom ezt, én eddig azt hittem, hogy meg akarok világosodni, de most nem. Most valaki szeressen. Eddig úgy volt, hogy segítsek minden érző lénynek, de olyan rosszul vagyok, hogy most tényleg... Engem segítsen valaki, legyen szíves. És önsajnálat így le. Tehát ezeket a bugyrokat, ezeket meg kell járni. Nem csak a népdal mondja, hogy aki dudás akar lenni. Ugye? Tehát az embernek valamilyen módon meg kell látni az élet legsötétebb mélységeit, ahhoz, hogy magasra tudjon emelkedni. Ezen a földön úgy tűnik, nincs másképp. Úgyhogy válaszd ki azt a környezetet, amivel sokkolni akarod magadat, olyan motivációt fogsz kapni, mint a helydermény ki.
Köszönöm. Szívesen. Működik együtt a zen gyakorlás és a pszichológushoz járás? Nem kell-e sokkal erősebben hinni, vagy akár 100%-ban hinni a zen működésében? Nem zárja ki magát egymást? Mint általános kérdést nem lehet helyesen megválaszolni. Tehát van olyan ember, akinek épp akkor pszichológusra van szüksége. Járjon ahhoz is. Vannak nagyon jók. Egy biztos, hogy a zen, mint meditációs praxis, és a pszichiátriai, tehát gyógyszeres kezelés, az nem működik együtt. Ezt le is írjuk, el is mondjuk. De az, hogy pszichológushoz jársz, és valamilyen gyöngét terápiával, gyógyszerszedés nélkül te az elmédet, a tudatos személyiségedet is alakítgatod, és közben zent is gyakorolsz, ez akkor mehet igazán jól, hogyha a zen tanítás és a pszichológiai doktrína az egy térben tud létezni. Magyarul a pszichológus is tud valamit a transzcendens útról, és a zen tanítód is valamilyen pszichológiai műveltséggel rendelkezik. Ez utóbbi ma szinte kötelesség. Tehát nem lehet úgy artikulálni a karmáról szóló tanítást, hogy valamilyen pszichológiai fogalmi készletet ne használj. Tehát ez itt is megvan. Anélkül, hogy hallanád a bécsi iskola 1, 2, 3, 4, vagy hú, ezt most ilyen kis freudistán mondta, vagy ilyen jungiánuson, vagy érted? Tehát ilyen nincs. De egy olyan világos fogalomhasználat, amivel a tudat jelenségeit, az elme működését megnevezzük, az van. És ehhez a nyugati pszichológia fantasztikus referencia keretet tud produkálni. De az a jó, hogyha tényleg a kettő tud egymásról. Miért? A pszichológia ez egy deskriptív iskola. Leírja, és nagyon lassan változtat. A zen ez egy elképesztően generatív, teremtő és újrateremtő, tisztító és újraalkotó műfaj. Nagyon keveset foglalkozik a deskripcióval, a leírás, inkább generatív és így teremtő. Úgyhogy a kettő ki tudja egészíteni egymást, de az a helyzet nem állhat fönt, hogy az egyik így, hát ez nem jó, ez itt az ördög műve, meg így mit mérje azt te oda, meg stb. Ezt nem szabad. Mert akkor hasadás van a tudatban. És hát pont azért csinálod, hogy ugye kicsit egységesebb légy belül. És hogy az egyik hasítja, ekézi a másikat, az nem megy. Feltételezhető, hogy ha te terápiára jársz, akkor valamilyen traumatikus vagy sérülékeny állapotban vagy. Tehát nem vagy ahhoz elég erős, hogy egy olyan szakító próbát, ami a két nézetvilág ellentét, ezt kibírd. Még néha egészségesnek is sok. Úgyhogy ezek legyenek harmóniában, és így működhet. És hogy a pszichiátria és az azzal összefüggő gyógyszeres kezelés, amikor már nagyon komoly elme problémák vannak, az miért nem mehet együtt a meditációval, ezt nagyon sokszor tapasztaltuk. Azért nem, mert a tudat annyira gyenge, és a karmája annyira erős, hogy a pszichiátriai kezelés egy kémiai, gyógyszeres küszöböt von a tudattalan és a tudatos közé, mert ha ezt nem tenné, akkor megbolondulna az alany. Vagy nem tudna a pszichózisból kigyógyulni. Tehát a leszedállástól kezdve a tartós hormonális befolyásoltságig a gyógyszeres kezelésnek ez a célja, hogy egy relatív működőképes állapotban tartsa az illetőt, és a relatívot itt aláhúzom. Azért az nagyon lefokozott tud lenni. Viszont a meditáció pont ezt a falat bontja le, pont ezt az önvédelmet az egészséges embernél elkezdi kiiktatni, és ahogy ez az önvédelem megy lejjebb, úgy a tudattalamból jönnek föl azok a dolgok, jelenségek, amelyek a korábbi ego magvak gyökerei. A korábbi lélekbetegség, pátia, pszichopátia gyökerei. Ugye? És a kettőt együtt nem lehet. Tehát nem lehet az, hogy az egyik kézzel bezárom az ajtót, és a másik kézzel kinyitom. És ezért még az egészséges embernek is nagyon világosan jól föl kell készülni, hogy ne ijedjen meg semmitől. Ne azonosuljon semmivel. Ne reagáljon dualisztikusan ilyen karmára se, olyan karmára se. Kész. Akkor tényleg belezuhan a barlangi tóba, odaláncolja magát a fához, beleesik a különböző kincses ládába, és magára húzza a fedelet. Tehát nagyon sok önvédelmi mechanizmus van, és egyiket se javaslom. Így.
utolsó pár kérdés, azt megyünk aludni. Azt vettem észre magam, hogy fáradtan, nagyon nehezen tudok meditálni, hát sokszor elalszom otthon is, de közben ti pont az ellenkezőjét csináljátok a kölcsön, hogy üveghangra elalszunk húzatjátok. És közben meditálunk? Hogy üveghangra húzatjátok a fáradtságot, tehát hogyan segítheti mondjuk a fáradtság a meditációt? Miért edz a sportoló? Hogy erősebb legyen, kitartóbb. Oké, és hol van erre igazán szükség, mint a sportágon belül gondolkodva? Versenyen. A versenyen, oké. A versenykörülmények és az edzésterhelés hogyan viszonyul egymáshoz? Kapcsolódik egymáshoz. Arányaiban? Tehát a verseny az mindig több szerintem, nem? Az edzés több. Tehát ha egy igazi sportban, ahol van tét, nem legalább a háromszorosa az edzés terhelése a versenyterhelésnek, ott biztos, hogy alul maradsz. Magaddal szemben is, meg az ellenfelekkel, vagy ellenféllel szemben is. Tehát itt, amikor mi intenzív hetezünk, leborulunk, meg egyéb ilyen nyalánkságokat csinálunk, mint módszer, ólomköpenyben futsz. Nagyon komoly. Az azért kell, mert a tudat szélső helyzeteit akarjuk megtapasztalni és uralni. Mert ha ezt nem tennénk meg, akkor az élet válságait sem tudnánk megfelelően kezelni. Mi az élet legnagyobb válsága? Erről tudnék mesélni, de... Nem. Nem tudsz. Mert még a legnagyobbat nem élted át, és még én sem. Még ha közel kerültél hozzá, akkor sem élted át. Tehát mi az élet legnagyobb válsága? Halál. A halál. Így van. Na most, ha egy olyan helyzetbe kerülsz, amikor sem az elmédet, sem a testedet nem tudod rendesen használni, de a tudatosságot meg kell tartanod, az egy nagyon hasonló állapot. Tehát meg kell haladni az élet és halál összes képzetét, hogy te jelen légy, és fájó testtel, és szétesett elmével működj. Ez kell. Tehát nehezített körülmények, ólom övben futsz a bika elől. És ezek a terhelések, amik itt vannak, azok már a hagyományon belül, azt mondom, minden tiszteletem mellett, hogy nem sok. Tehát nem egy hétig nem alszunk. Egy napig nem alszunk. Hát korábban én voltam egy hetes nem alvóson, de 6 hét volt az előkészítés. Ha egy nyugatit beteszel egy ilyen nem alvósra, meg tud kattanni. És ezért nem csináljuk. Nem engedem. Ha valaki szólópraxist épít föl, tudatnia kell velem, hogy mit akar. És abban benne van, hogy hány óra alvás, hányszor evés, mennyi meditáció, mennyi leborulás, és pont annyi, amennyi kell. Edzés. A tréning azért kell, hogy egyrészt a szélső helyzetekre fölkészülj, és a legnagyobb káoszt is tud uralni. A másik pedig az, hogy megfelelően átalakítsa az önbizalmadat. Hogy ne az egódban bízz, hanem valami olyasmiben, ami nem egófüggő. Ez a legkeményebb. Ekkor tudsz igazán türelmet, együttérzést, önzetlenséget tanulni. Oké? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogyha bekúszott egy mantra, és abban meditálok. Bekúszott? Legyen meg. Milyen mantra? Jó mantra? Finom? Finom. Hát akkor meditálj vele. És csak... akkor ugye arról volt szó korábban, amikor elkezdtük, még amikor elkezdtem a gyakorlásokat, hogyha lehet, akkor egy vagy két hónapig tartsuk fönn a térfigyelést, a mi ez kérdést, és utána menjünk csak rá a mantrára, hogy ha ez a mantra itt van, akkor ezt ne változtassam azért, mert mondjuk egy hét múlva jön a gát. Ne változtass meg. Ez olyan, hogy a tanító például erre jó, hogy megbeszéled vele az interjú szobában, hogy bekúszott a mantra. Kedves Szonyi, mit kezdjek én a bekúszott mantrával? És akkor kiderül, hogy ez valamilyen kis vágyalapú, vagy önvédelem alapú, vagy ugyan mi kúszatta azt be a tudatod terébe, és hogy mit csinál. Tehát az, hogy hogyan működik a tudatod terében az adott mantra, ez nagyon fontos. És aztán nem változtatunk rajta. Köszönöm szépen. Szívesen.
Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, azt, hogy ezt az elvonulást együtt csináljuk végig, és hogy ilyen szépen az ország sok tájáról és sok szangájából össze tudtunk gyűlni. Meggyőződésem, hogy nagyon sokat segítünk másokon és magunkon egyaránt azzal, hogy közösen gyakorlunk, és ennek az energiáját hazavisszük abba a csoportba, abba a családba, ahonnan jöttünk. Köszönöm, hogy eljöttetek.